Október 26-án tehát a Vajdasági Magyar Közösség megválasztja az új összetételű Magyar Nemzeti Tanácsot is. A magyar összefogás listáján az egyháziak is szerepet kaptak, az értelmiségiek, a civilek és a VMS-es pártpolitikusok mellett. A folytatásban a téma pedig egyház és politika, illetve keresztény értékrend a mindennapokban, vendégen pedig a Magyar Összefogás két jelöltje, Paskó Csaba, kelebiai plébános és Dolinszky Gábor evangélikus püspök helyettes. Jó napot kívánok, jó napotot kívánok, mert hogy délután rögzítettük a beszélgetést. Kezdjük akkor azzal a kérdéssel, amely kapcsán pro és kontra elhangzanak vélemények, mit keres az egyház a politikában. Nem újdonság ez, a korábbi MNT választásokon is hasonló lista volt, de nem árt erről beszélni. Összefér a kettő. Tessék. Én úgy gondolom, hogy össze kell, hogy férjen. Mert? Tehát én úgy gondolom, hogy egy közösséget alkotunk itt a délvidéki magyarságra gondolva, ahol együtt él a politika és az egyház, és nem zárhatja ki egyik sem a másikat. Tehát valamilyen szinten benne élünk a politikai eseményekbe, és kihatással vannak az egyháznak az életére is, én úgy gondolom. És az, hogy a templomokba bekerülnek a politikusok, a politikai indítatású események? A politikusok mindig is bent voltak a templomban, más országokban, sőt, vannak olyan országok, ahol maga az állam és az egyház nem is külön választható. Lásd, Szlovákia, Ausztria, nagyon sok olyan ország, ahol önmagában például az egyházi esküvő megegyezik például az államival vagy vissza. Tehát ezt a kettőt nem is választják úgy külön, mint ahogy mondjuk rá egy posztkommunista országban, ahol régen asszújkolták az emberek fejébe, hogy az állambácsi az egy külön dolog, az egyház az egy külön, ne keverjük a kettőt. Én azt hiszem, hogy... Nálunk ezért lehet ez az előítélet egyesekben csak is, jelen? És számomra egyértelműen ebből fakad, viszont az egyház is egy társadalmi jelenség. Tehát nem is tudja magát kivonni teljes egészében a politikából. Onnantól elkezdve, hogy én nekem templomot kell újítani, onnantól elkezdve, hogy közügyekkel kell foglalkozni, mert amikor például az orgona felújításáról van szó, akkor itt a műemlék kisektől beleszólnak, itt a támogatást például a politikusoktól is elvárjuk. Tehát innentől elkezdve egy oda-vissza adok, kapok, egymásnak segítünk és dolgozunk, és a mi esetünkben, Vajdaságban pedig az, hogy lesz-e magyarság, lesz-e magyar ember 50 vagy 100 év múlva, ez egyházügyi kérdés is, főleg Szerbiában, ahol többségben ortodoxok vannak, az evangélikus vagy református katolikus egyház híveit is magyarok képviselik. Nekünk is érdekünk, ügyünk, az MNT, a Magyar Nemzeti Tanács, a magyarság megóvása, megvédése, nem csak kulturális szempontból, hanem vallási szempontból is. Az én személyes tapasztalatom az is, javítsák ki, hogyha esetleg nem jól látom, hogy a keresztelő a családok többségében nem kérdéses. Tehát, hogy az rendben van, a gyereket elvisszük, megkereszteljük, csak utána valahogy kiugranak néha évek, meg bizonyos folyamat. Tehát nem biztos, hogy az a szülő azt követően is ott lesz a vasárnapi misén, istentiszteleten, és nem biztos, hogy az a gyerek eljut a hittanórára. Most van egy alapvető probléma, ezzel részben cáfolom ezt a tényt, hogy legalábbis én azt tapasztaltam nem egy alkalommal, hogy kérik a gyermek megkeresztelését egy adott napra, ami adott esetben egy születésnap, és mint egy születésnapi ajándékot gondolják a gyermeknek ugye adni. És akkor ilyenkor nagyon hosszan el szoktunk azon beszélgetni, hogy gyakorlatilag ez nem egy szülőtől jövő ajándék, vagy a papbácsitól jövő ajándék, és ez azt jelenti, hogy nem vagyunk igazán tisztában azzal, hogy mit is jelent maga a keresztelő. Tehát akkor tegyük tisztába ezt a kérdést most itt röviden. Nem, tehát ha valaki nem úgy áll hozzá a kereszteléshez, mint Istennek az ajándékához, akkor ott már eleve elveszett az egész dolog. Tehát akkor onnantól kezdve nincs is gyakorlatilag értelme annak a keresztelőnek, hogy most egy szülői ajándék, vagy egy születésnapi ajándék legyen az. Tehát a keresztelő az egy krisztusi parancs, az egy szentség, amihez úgy is kell hozzáállni. És abból, hogyha ezt az ember komolyan veszi, és igaz lelkülettel indul el azon az úton a keresztülők, igaz hívőként megfogadják, hogy az egyház segítségével az adott egyháznak a tanításai szerint hitre nevelik azt a gyermeket,
akkor az a gyermek el fog jönni a hittanórákra is, el fogják hozni a szülők, vagy a keresztülők a hittanórákra, és aztán későbbiekben tud beépülni az egyházba. Tehát én így gondolom ezt az utat. Beszéljünk mindjárt a hittanórákról is, ugye például az én fiaim is hittanórára járnak az iskolában, meg járnak hétvégén a templomban. Hát a kettőnek valami kevés köze van egymáshoz, vagy csak érintőleges pontokban. Tehát rögtön a hittantanárnő az iskolában közölte, hogy itt bizony csak az alapvető dolgokat kapja meg, tehát a hitet nem gondozzák, valahogy így tudnám én ezt lefordítani. Ez így rendben van, az egyházzal kommunikál az iskola? Egy nagyon komplex és egy nagyon-nagyon összetett kérdésre kérdezön rá. Én azt hiszem, hogy itt műsor, sorozatokat lehetne ebből indítani. Nagyon-nagyon fontos letisztáznunk, én nem örülök annak, hogy az iskolába bekerült a hittan például. De ha már ott van, akkor legyen. Sok szülő azt gondolta, hogy gyerekemet beirattam a hittanra, és ezzel én most letudtam egy csomó dolgot. Ez egy információt közlő 45 perc, amely tehát fogalmazzunk úgy, hogy egy alapműveltséget ad. Ezt nem is kell hívőnek lenni, ezt egy vad ateista is beírhatja, mert én azt hiszem, hogy a alapműveltséghez hozzá tartozik, függetlenül attól, hogy én hívő vagy nem hívő vagyok, a Biblia alapismeretei. A vallás nem is ott kezdődik, hogy még szombaton is a plébános úr kényszerítésére még elküldöm a gyereket egy 45 percre. Talán ennek az a feladata, és tehát bekapcsolni a közösségbe, bekapcsolni a plébánia közösségébe, ahol a gyerek hát inkább játékon keresztül tanul, fotbalozik, megismerkedik a plébános úrral, a tisztelendő úrral, tisztelendő nővérekkel, megismerkedik a plébánia életével, és még ott van egy harmadik kötelezettség, amit a szülők így érnek meg, hogy vasárnap a szentmisére vagy az Isten tiszteletre. Köze pedig, amiről itt a kolléga Gábor is beszélt nagyon jól, hogy az emberek ezt az egészet, mint egy angol nyelvórát, vagy egy sportot élnek meg, holott ez egy életfilozófia, ez egy életstílus kellene, hogy legyen. Én mindig mondom, hogy a heti egyszer 45 perc és a szentmise, ha nincs ennek szülők mögötte, nincs szülő, aki este leül a gyerekével beszélgetni, utána imádkozni. Akik nem úgy állnak a dolgokhoz, hogy kisfiam, én is hiszek a te hitedet is, beszélgessünk erről, hogy éljük meg a nagymama tehát eltávozását, beteg valaki a családban, akkor üljünk le, és ezt egy istenes szempontból próbáljuk átbeszélgetni. Ha ez az emberekben nincs. Közben a szülőknek a legnagyobb része ideges, túlterhelt, feszült. Bocsánat, nagyon sok szülő káromkodik, mint a baltásbetyár. Vasárnap a gyereket berángatja az autóba, a templom előtt kilöki, menj a templomba, mert különben nem tudsz elsáldozni, és a szülő pedig hazamegy, otthon kávézik, vagy rosszabbik esetben, jobbik esetben talán elmegy dolgozni, mert keresse betevő falatát, akkor mit lát ez a gyerek? A gyerek az egészből azt látja, hogy ez apám sem akarja, anyám sem éli igazából, rám kényszerítik, zavarnak, küldenek. Ez az egyik oldala a dolgnak, ahol a szülők sem élik meg. A másik része pedig az egyház feladata lenne ezt a vastag jeget egy kicsit megtörni, de hát ez egy másik téma lenne. Hogyan törhető meg ez a jég, vagy önöknél milyen próbálkozás van? Az evangélikus közösséget érinti ennyire? Én magamról azt tartom, hogy nagyon olyan beállítottságú vagyok, aki szeret, akar és igyekszik a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozni. Lehetőségeinket maximálisan kihasználva, kiaknázva igyekszünk hát főként ugye gyermektáborainkon keresztül a gyermekekhez eljutni, és aztán ennek az az eredménye, hogy nálunk a gyülekezeti hittanóra az gyakorlatilag egy vasárnapi iskolának felel meg, tehát az Isten tisztelettel egy időben zajlik, ami ugye azért jó, mert félig az Isten tiszteleten van a gyermek, félig pedig egy ilyen hittanórán, és akkor ugye a szülő nagyszülő is ott tud lenni, tehát ez egy ilyen jó megoldásnak tűnik, és ennek az eredménye az gyakorlatilag, hogy évről évre egyre több a mondjuk így önkéntes jelentkező a hittanórákra, vasárnapi iskolákra, és egyre több fiatal középkorú szülő jár el az Isten tiszteleteinkre. Tehát én ezt mindenképp eredménynek tudom be. És ami annak köszönhető, hogy a gyermeket nem úgy tanítjuk, mint az iskolában, ahogyan itt a könyvést csináljuk,
hanem tényleg, ahogyan hallottuk is, ilyen játékosan énekelve, úgyhogy a gyermek jól érezze magát. Tehát én mindenképp ott kezdem el a gyermekkel való foglalkozást, hogy a gyermek szempontjából, hogy ő érezze jól magát. Egy-egy gondolat, még csak rövid gondolat legyen ez, akár a cserkészet mozgalomról, akár az evangélikus nyári táborról. A kérdés számomra, hogy hogyan őrizzük meg, hogyan tartsuk meg a fiataljainkat, ugyanis a gyerekek járnak legfőképpen, és az idősebb generáció. A középgenerációt és a fiatalokat hogyan tudjuk megtartani? Erre egy nagyon jó választ adott már a cserkészet, amit nagyon sok helyen, nagyon eredményesen művelnek. A kamaszokat, a fiatalokat bekapcsolni, feladatot adni neki. Ezt a Pál utcai grundos hangulatot megteremteni, erre a legjobb a cserkészet. Mi erre egy kísérletet tettünk Kelebián, ahol egy nagyon erős kis cserkész csapat működik, de nem csak Kelebián, nagyon sok helyen, és azt látom, hogy azok, akik cserkészek voltak, azok középiskolás korukban vagy később egyetemista korukban is ott vannak, visszatérnek, lehet rájuk építeni, később majd akár a pasztorális tanácsba, akár egyáltalán a plébánia további életébe bekapcsolhatók. Én azt hiszem, hogy ez is egy járható út, de az egy házaknak nagyon-nagyon sokat kell változtatni ebből a magukat bástyával körülvevő irodán keresztül hivatalosan kezelt hívő pap magatartást teljesen meg kell változtatni. Az embereknek lelkipásztorokra, nem hivatalnokokra van szükségük, olyan papokra, akik meg tudják az embereket szólítani. Ezzel is kitölthetnénk néhány műsort. Én odaadnám még a szót. Aktívabbak-e később a közösségi, mondjuk a magyar közösségi, a vajdasági magyar közösségi életben azok, akik például egy ilyen táborban részt vesznek? Igen, mindenképp, és most én földobok még egy témát, egy labdát, amit közös bennünk, és amit mi megvalósítottunk éppen ennek az érdekében, az, hogy itt most a gasztronómiára gondolok, mert hát én is, bár nem olyan szinten, mint az atya, de azért én is nagyon szeretek főzni, és sütögetni, stb. És mi csináltunk is itt Szabadkán a gyülekezetünkben egy ilyen jellegű kis épületecskét, nem csak saját használatunkra, hanem ilyen családi napok tartására, ahol megélheti a gyermektől kezdve az idősen át mindenki azt, hogy ugye a pap is ember. A papnak is vannak igényei, szükségletei, bajai, gondjai, örömei, és egész más az, amikor leülünk egy tányér valami mellé, úgy, mint ember az emberrel, és el tudunk beszélgetni dolgokról. És én ezt egy nagyon nagy sikernek élem meg, mert az ilyen alkalmakba kapcsolódnak be azok a fiatalok, akik mondjuk most már itt erős középiskolások, főiskolások, jönnek vissza, hiszen ugye egy ilyen ingyenes gitároktatáson keresztül mindenfélét ilyen szervezünk nekik, és jönnek vissza-vissza. Tehát aki meg is tanult gitározni, visszajön és játszik és segít bennünket, bekapcsolódik a gyülekezeti életbe, és ahogyan hallottuk, ugye a pasztorális tanács hangzott el nálunk, ugye presbitériumnak nevezik, és gyakorlatilag már van olyan, aki a presbitériumba is bekerült éppen egy ilyen útnak köszönhetően. Tehát én mindenképp ezt eredmény innen folytatjuk legközelebb. Most köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.